Az Egri Kulturális és Művészeti Központban a minap felidézték Halloween szellemét. Erről mutatunk egy rövid összefoglalót a következőben. Évek óta óriási elánnal készülünk minden alkalommal a halloweeni rendezvényünkre, ami idén a Lidérc Ramazuri nevet viseli itt a forrásban. Azért ez már egy jól bevált szokás, a gyerekek folyamatosan várják, egyre többen jönnek évről évre. Már tavaly is több száz gyereket és szülőt tudtunk bevonzani ide a forrásba, és idén is erre készültünk, úgyhogy már hetekkel ezelőtt elkezdtük a készülődést, elkezdtük a díszletet megcsinálni itt a forrásban, hogy már onnantól, hogy belépnek az ajtón, olyan hangulat fogadja őket. Igazán rémisztő, illetve szórakoztató programokkal készültünk a számukra. Minden évben kap valamilyen fantázia nevet, és idén nagyon szerettünk volna egyszerre szórakoztatóak, és egy icipicit lidércesek, tehát egy picit ijesztőek is lenni, nyilván mivel azért gyerekrendezvényről van szó, és a kicsi gyerekekre is számítunk. Így igyekeztünk úgy összeállítani a programkavalkádot, hogy minden korosztály megtalálja azt, ami számára a legmegfelelőbb. Az első emeleten egy óriási termünk be van rendezve egy süvöltő szellentanyának, ami egy kísértett anya gyakorlatilag, végig tudnak menni egy ösvényen a látogatók, és hát különböző ijesztő dolgokra lehet számítani, pontosabban némelyikre nem is lehet számítani, úgyhogy azt csak az igazán bátraknak ajánljuk, csak saját felelősségre ott végig menni, de azt hiszem, hogy a kollégák elképesztő erővel dolgoztak azon, hogy ott a díszlet is úgy valósuljon meg, hogy tényleg egy elvarázsolt szellemtanyán érezze magát mindenki. Illetve szintén megtalálhatóak még különböző ijesztő állatok az egyik termünkbe, a Rémségek Tárháza név alatt szerepelnek. Oda is csak inkább a bátraknak ajánljuk a belépést, akik nem félnek az egzotikus állatoktól, illetve a színház termünkbe folyamatosan várjuk különböző programokkal a látogatókat. 4 órától lesz egy jelmezverseny például, azt követően lehet behozni különböző otthon elkészített, kifaragott tököket, és lesz egy tök szépségverseny is, ahol értékelni fogjuk a behozott pályamunkákat, illetve ezután egy Kovácsovics Fruzsina koncerttel fogjuk zárni majd a mai eseményt. Sötét volt, és olyan kezek nyúltak ki. Meg volt olyan. És az a legjobb tetszett nekünk. Igen. És azért járunk egész nap ide. Mitől ijedtetek meg nagyon? Hát attól a kezestől. Igen. Igen. És valaki megfogta a fejemet. Véres párcét, a figurát lehet készíteni, ami tökéletesen helytáll igazából kis szaladgálós játék céljával is, de egyébként virágtartóban ugye díszként funkcionál, kicsik is, nagyok is el tudják készíteni. Melyik a kedvenced itt az állatok közül? Hát a teknősök. Miért pont a teknősök? Az a baj, olyan gyönyörű és olyan jól stukik. Otthon vannak teknőseitek? Nem, én meg akarom egy macska lenni, meg egy kutya, meg egy teknős. És te minek költöztél? Látom, nem teknősnek. Hogy én egy pók ember vagyok. És én tudok ezt csinálni, és ezt, és
utána azt fogom csinálni, és utána úgy. Miért, mi az ijesztő rajta? Hát, hogy a szeme, meg hogy vannak ilyen gonosz sárkányok is. Steampunk kalandornak költöztem, és erre a jelmezre ugye ennek a stílusnak a elemei jellemzőek. Ugye ilyen kalap, ugye az ilyen öv, szoknya, segver. Minek öltöztél? Wednesday-nek. És az mi? Ki ez a Wednesday? Az egy filmből egy lány. Ő mit csinál az a lány? Hát ő nem szereti a színeket, meg a vidámságot. De te szereted azért, ugye? Igen, szeretem. Melyik a kedvenc színed? Nekem. Fekete.